Sziasztok, a tech2.hu-t nézitek, én Svejt Zsolt vagyok, mai nap pedig a Vario-nak különböző iPhone 6-hoz, illetve 6 Plus-hoz készített tokjait fogom nektek bemutatni, amit a Steelbird Kft. A termék magyarországi forgalmazója biztosított számunkra. Van nekünk 3 tokunk, ebből 2 iPhone 6-hoz, egy fekete, illetve egy átlátszó modell, illetve egy átlátszó modell iPhone 6 Plus-hoz lesz elérhető. Kezdjük is akkor az itt látható fekete modellel. Mindegyik dobozban találni fogunk kijelzővédőfóliát is, amit majd láthattok a későbbiekben. Itt hátul fogjuk tudni kibontani az itt látható módon. Sajnos a termékhez a doboz szétszincálása nélkül nem fogunk tudni hozzájutni. Szóval ezt így tudjuk a legszebben kibontani. Ha ezzel megvolnánk, és hozzá férünk a termékhez, akkor látható, hogy ez egy fekete mat kialakítású műanyag tok, amit csak körbe rápattintunk a készülékünkre. Igazán vékony, 1 mm vastag, így alig fog minket zavarni a telefonunkon, de próbáljuk is rá ezt egy iPhone 6-osra. Egyszerűen körbe belepattintjuk, és látható, hogy nagyon szépen bele is illik, alig vastagítja meg egy picivel a telefonunkat, de ez pont elég lesz nekünk különben arra, hogy sarkuknál, hogyha leesik, akkor védeni fogja, illetve a hátlapon a fém részeket is védeni fogja a karcolásoktól. Van itt nekünk hozzá, mint említettem, egy kijelzővédő fólia, ehhez találunk felhelyezéshez egy kis törlőkendőt, amit ki is szedek és meg is mutatok nektek. Látható, hogy itt a kijelzővédő fóliánk, aminek a hangszóró felül, illetve a kamera és a szenzornak kivágva maradt egy kis hely, illetve itt a home gombnak is, és találunk hozzá egy törlőkendőt. Oldalról megnézzük a tokot, akkor látható, hogy itt a home gombnak kivágva maradt a helyes sarkán, alul teljes mértékben kivágva maradt az egész készülék alja, így hozzáférhetők a csatlakozók, illetve a hangszóró mikrofon. Oldalról szintén kivágva maradt a hangerőszabályzó gomboknak is, a némító gomboknak is a rész, illetve, ahogy látjuk felől is, igaz ennek túl sok értelme nincsen, mivel nincs itt semmilyen csatlakozó vagy gomb, de attól függetlenül kivágva maradt nekünk ez a rész is. Hátul pedig természetesen a kamerának, illetve a vakonak is kivágva hagyták a részt. Nézzük meg akkor az átlátszó tokot is, amit a hasonló módon fogunk tudni kibontani. Próbáljuk ezt is fel a készülékünkre. Termékára különben, ahogy néztem, viszonteladóknál egész olcsón hozzá tudunk jutni, ilyen 2500-3000 pár száz forintos áron megvásárolhatók különböző helyen a tokok, ami igazán jó ár, azt figyelembe véve, hogy még kapunk hozzá egy kijelzővédő fóliát is. Valahol szimplán egy fóliáért kell ennyi pénzt fizetnünk, szóval így teljesen jól járunk vele. Látható, hogy közben felhelyeztem az átlátszót, ez is teljesen jól néz ki. Láthatjuk, hogy itt még át is látszik nekünk a terméknek a hátlapja. Ugyanúgy kivágva maradtak rajta a részek. És ez is ugyanolyan vékony, mint az előző. Utoljára maradt nekünk az iPhone 6 Plus-hoz készített modell, amit sajnos nem fogok tudni nektek készüléken megmutatni, viszont az egésznek a kialakítása teljes mértékben meg fog egyezni az iPhone 6-hoz készített modellekkel, annyi különbséggel, hogy ez nagyobb 5,5-szoros méretű telefonra van készítve. Ezen kívül megmutatom körbe nektek ezt is. Annyi még itt a különbség, hogy ez már csak 0,4 mm vastag, szóval sokkal vékonyabb, mint az előző két modell, így kevésbé fogja vastagítani az eszközünket.
de hogyha megfigyeljük, ugyanígy találunk terméknek a dobozába kijelzővédő fóliát, illetve itt láthatjuk magát ezt a tokot, ahol szintén alul végig kivágva a hely, oldalt gomnak, bekapcsoló gomnak, hangerőszabályzónak, némítónak, hátul pedig a kamerának kivágva maradt a hely, és ez ugyanúgy át fog nekünk látszani, mint az előző tok. Ez lett volna tehát a Vario-nak különböző iPhone 6-hoz, illetve 6 Plus-hoz készített tokja. Én Svejt Zsolt voltam, Tech2-t néztétek, sziasztok!